kultúráról beszélünk, mindig a legeket emlegetjük. Nem csak a legnagyobb hangszer, a közismertek között, a legtöbb alkotó eleme van, és a legtöbb hangot tudja megszólaltatni. A legkülönlegesebb ismertető jele a billentyűje. Billentyűje sok van, hiszen sok hangot tud megszólaltatni. Billentyűk fehérek, többnyire elefántcsont fedi őket, vagy feketék, többnyire ébenfából vannak a feketék. A billentyűről, ha lenyomjuk, átmegy a mozdulat a benne levő kalapácsokra, ami aztán majd meg fogja szólaltatni a húrt. A kalapács körülbelül úgy működik, mint egy mérleghinta. Itt a kezemben talán jobban látszik ez a mozdulat. Megnyomom a billentyűt, fel mozdul a kalapács, és megüti a húrt. Húr nagyon sok van, nem egyformák. A magas hangokhoz rövidek és vékonyak valók. A mélyek hosszúak és nagyon vastagok. Megüti a húrt a kalapács, van rajta egy fekete sapka, én azt mondanám, hogy szájkosár, ami befogja a húrnak a rezgését, lefogja, ezért elhallgat. Ami még érdekessége, amit itt lehet látni a húrok alatt, van egy titkos rész, az a zongorának a lelke. Egy nagyon finoman megmunkált fa lap, ami átveszi a húrok rezgését, és át tudja nekünk adni, hogy minél szebb hangot halljunk. Ugyanúgy, ahogy a mi lelkünk is megérzi az élményeinket. Fontos alkotó eleme a zongorának, és mindenki megkérdezi, hogy miért is van a zongorának két pedálja, vagy három. A kettő az a gyakran használatos. Úgy, mint az autónál van egy olyan pedál, az autónál felengedi az energiákat. A zongoránál, ha lenyomom a jobb pedált, az történik, hogy az a sok-sok sapka, az a fekete sapka, ami a húrokon lenne, azaz összes megemelkedik. Tehát nincs, ami lefogja a rezgést, tehát ha én megütök egy akkordot, és nyomva tartom a jobb pedált, akkor az összes húr rezeghet. Veszem a lábam, akkor hirtelen elhallgat. A bal pedál ennek ellenkezőjét csinálja a zongorán. Az történik, megnyomom a bal lábammal a bal pedált, és az összes billentyű és vele együtt az összes kalapács elmozdul. Szinte hihetetlen, úgy van összerakva, hogy egy pedál mozdulatra minden odébb megy. A billentyűkkel együtt a kalapácsok is. És ez azért történik, mert akkor a kalapács a vékony húrokból, ahol egy-egy hanghoz kettő vagy három húr tartozik, csak a szélsőt üti meg, vagy a vastag húroknak csak a szélét üti meg. Ettől tehát sokkal tompább a hang. Ha nem nyomom le a bal pedált, és úgy ütök meg egy akkordot, akkor ilyen hangja van, ha lenyomom, akkor ehhez képest sokkal tompább. És ezért, mert nem minden húrt ütünk meg, a kalapácsok nem minden húrt ütnek meg, illetve a vastag húrnak csak a szélét. Most hallgassátok meg, milyen szépen tud muzsikálni a zongorán egy harmadikos zongorista növendék.